Ünnepélyes állománygyűlés Sátorai Újhelyben a tűzoltóságon. Az állománygyűlés keretében vette át a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója az új katasztrófavédelmi törvény értelmében Sátorai Újhely önkormányzat hivatásos tűzoltóságát. Az intézmény neve mostantól Sátoraljaújhely hivatásos tűzoltóság. A tűzoltóság mindennapi élete és létszáma nem változik meg az átvételt követően sem. A tűzoltók ugyanúgy végre fogják hajtani azokat a jogszabályban előírt feladataikat, amelyeket eddig is teljesítettek. Itt voltak éppen az állami irányítás alá vonás, az egy egységes szerkezetű hivatásos katasztrófavédelmi rendszer kialakítását jelenti. Tehát itt igazából a mentőtűzvédelem, amit a lakosság is észrevehet, gyakorlatilag az nem fog változni. Tehát ugyanúgy végrehajtják a feladatot. Hatósági tevékenységben lesznek szélesebb körű jogosultságai a tűzoltóságoknak. Az eddigi, jelenlegi szabályozás szerinti Szevezó 2 irányelvek alá tartozó alsó és felső küszöbértékű veszélyeztető üzemeken túl most már azokat a kisebb mértékű veszélyeztetést jelentő üzemeket is feltérképezzük, beazonosítjuk és hatósági tevékenységünk alá vonjuk, amelyek az eddigi minimális veszélyeztetésnek a 25%-át már elérik. Juhász Péter, a tűzoltóság korábbi parancsnoka január 1-től más megyében teljesít szolgálatot. A tűzoltóság irányítására Barna Norbert tűzoltó főhadnagy kapott kinevezést az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójától. Teljes erőbedobással, elődeimhez híven, jó parancsnokom volt előttem, és tanultam a példájából úgy, hogy az ő munkáját példaként szem előtt tartva én is legjobb képességem szerint fogom ellátni ezt a feladatot. A Sátoraljaújhelyi tűzoltóság ezután az ENCS katasztrófavédelmi kirendeltség felügyelete alá tartozik. A megyei igazgatóság, illetve a hivatásos tűzoltóság közé beépült egy olyan szervezet, ami egy felügyeletet lát el. Tehát ez azt eredményezi, hogy a hatóság, illetve a szakhatósági munkát a kirendeltségen fogják végezni, illetve a kirendeltség vezetőjének a hatásköre lesz ezeknek a szakhatósági, hatósági munkáknak az elbírálása, illetve a kiadmányozási joga. De egyébként a tűzoltóság maga ugyanúgy fog működni, tehát az ENCS kirendeltség, ez az ENCS hivatásos tűzoltóság, illetve a sátori hivatásos tűzoltóság fog tartozni. A jövőbeni tervek között szerepel a tűzoltóság létszámának bővítése, mely a tűzoltó őrsök létrehozásából adódik majd. Hosszú távú tervek között szerepel, hogy a úgynevezett fehér foltoknak az elérése, tehát amit nem 15 percen belül tudunk elérni, itt tűzoltó őrsökre gondolok, jelenlegi tervek között 3 tűzoltó őrs szerepel kiépítése, Páházán, Cigándon, illetve Tolcsván, ez mindenféleképpen létszám bővítést eredményezne. A Sátoraljaújhelyi hivatásos tűzoltósága jövőben is folytatja a területen működő 5 önkéntes tűzoltósággal való együttműködést.